Sziasztok! Pár héttel ezelőtt böjtöltünk Tisza B'Ávkor Ávhó 9-én a szentély lerombolása miatt. Aztán egy pár nappal később Ávhó 15-én, az pedig a házasságnak a napja. A kettőt nem véletlen egymás után. A Talmud azt mondja, hogy új zsidó ház, ez olyan, mintha újra visszaépítettünk egy új házat Jeruzsálemben, vagy visszaépítettünk maga a szentét. Szóval ezért a kettő egymás után, mert nem csak gyászolni kell a szentének lerombolását, hanem tenni kell annak újjáépítésére. Ez kapcsán ma jöttem haza New Yorkból, ahol kint voltam egy magyar fiúnak az esküvőn. Én voltam az esketőr, Rabbi Benjiról van szó, többen ismerik. Én már az anyukáját is jól ismer, mikor tanítottam az ELTE jogi karán a zsidó jogot, zsidó jogra, utána végig kísértem a családot, Benji a bár micvajától nagyon komolyan vette a tfilinnak a micváját, minden nap rakta a tfilint, utána egyik micva hozta a másikot, sokat tanult, és aztán ment Izraelbe, Jösivába, ahol vallási tantárgyakat is tanult, és világit is, utána folytatta kint Amerikában, ahol a Yeshiva University-t fejezte be, szintén vallási és világi tantárgyat tanult, befejezte a közgazdást, adta a Yeshiva University-t, és most volt az esküvője. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt, nagy volt az öröm, sokat táncoltunk, és minden. És arra tanított, ha az ember igazán akar, én davara ajmed bifné arocna. Az ember elkötelezi magát, akkor képes ezt továbbvinni, ugyanígy a vallás mellett a világit is tanulni, és közben dolgozni, és továbbvinni a vallási életet. Adjan Isten, hogy legyen a fiatal párnak, Benjinek és Dinának egy boldog élet együtt, és tényleg egy igazi kis szentély legyen az ő házuk. Csupa boldogság is, hogy a Rebe szokta mondani, legyen ez a háznak az alapja, a zsidóság legyen az alapja ennek a háznak, és akkor biztosítva van, az az Isten minden áldása be fog következni. Mazlatov, mazlatov neki is, és a szülőknek is. Köszönöm szépen!